Tavaly áprilisban jelent meg a szegedi és a makkói tagokból álló The Guard zenekar Magadból című szerzeménye. A videoklipet Prágai Krisztián készítette családjával. A koronavírus első hullámának időszakát a lehetőségekhez mérten próbálták kihasználni, és kreatívan alkották meg legújabb dalukhoz a képi világot, amelynek részleteiről bővebben az alkotó beszélt. Maga a klip elképzelés, hogy egy autó megy az úton, próbálta visszaadni a zene hangulatát. Van ennek egy ilyen érdekes hangulat, és ezt próbáltam visszaadni ezzel az autózással igazából. Maga a fölvételt a párommal csináltuk és a lányommal, a vágást pedig már a fiammal. A videóklip nem csak a rajongók, hanem a zenekari tagok tetszését is elnyerte, mivel nagyon jól harmonizál a zeneszám hangulatához. A szövegíró Botos Tibor pedig hozzátette, hogy minden szerzeményénél törekszik arra, hogy egy-egy mondattal a hallgató gondolatait elindítsa. Így mindenkinek mást jelenthet a szöveg, de kitért arra is, hogy neki milyen üzenetet hordoz. Igazából két ember közötti viszonyról szól, hogy az évek alatt ilyen kérgeket vagyunk képesek rakni a lelkünkre, és utána ezek a kérgek már megakadályoznak abban, hogy sokszor, hogy őszinték legyünk, vagy csak hogy az érzelmeink őszinték legyenek, hanem már tartjuk magunkat ehhez a kérekhez, mert ha nem adom ki magam, akkor védve vagyok. A Magadból című szerzeményt követte idén február 15-én a Visszabátran című alkotás, amelynek videóklipje már nem mozgóképes felvétel volt, hanem a rajongók által beküldött fekete-fehér fotók alkották. Szerintünk tükrözik a dal hangulatát, és mindenféleképpen fekete-fehérbe gondolkodtunk, szerintem továbbiakban is így lesz, és nagyon sok kép érkezett, hál' Istennek, szuper, jobbnál jobb képek, és így nem volt olyan nagyon nehéz dolgunk ezt így összeválogatni. És ezt is aztán a fiammal összeültem, és megvágtuk. A dal szövege és mondani valója nagyon jól tükrözi a mai társadalmunk problémáját, hogy ma már mindenki hibátlan, jegyezte meg Botos Tibor. Már nem nagyon halljuk azt, hogy bocs, hibáztam ezt én rontottam el. Ja, most van egy futballedző, aki azt mondja a meccs végén a tévében, hogy elnézést kérek a csapatomtól, ezt én rontottam el, fölmentem a játékosokat, mert az én taktikám nem működött, akkor már fölkapjuk a fejünket, mert a mai világban mindenki olyan hibátlan, hogyha hibázik, akkor se ő hibázott, hanem akkor valaki más, az időjárás, vagy a körülmények, vagy a nem tudom mi. Tehát egyrészt ez az egyik szerintem, hogy senki se hibátlan, ez ugye el is hangzik többször benne. Hozzátette, a másik fő mondani valója, hogy a múltbéli hibáinkat képesek vagyunk felnagyítani, ami már felesleges, csak el kell engedni. A zenekar nem dőlhet hátra, hiszen nagyon sok tervük van, és nem utolsó sorban már a következő dalt is rögzítették, és egy próbatermi videóklippel jelentkeznek, remélhetőleg hamarosan a fiúk.